Lépcsőket, járdákat, rámpákat újítottak fel az Avas 1-es és 2-es ütemében. A baleset veszélyessé vált útszakaszok javítása ősszel kezdődött és mostanra fejeződött be. A terület önkormányzati képviselője elmondta, a Gesztenyés úton, a Középszeren, a Szentgyörgy úton és a Nyíri Dániel utcán is történtek kisebb-nagyobb felújítások. Szarka Dénes elmondta, a program jövőre is folytatódik. Baleset veszélyessé vált lépcsőket, járdákat, feljárókat újítottak fel az Avason az elmúlt hetekben. A munka még ősszel kezdődött, mostanra pedig teljesen befejeződött. Itt, ahol most állunk, a Gesztenyés úti idősek otthona és óvoda közötti lépcső melletti, már nagyon régi és elhanyagolt, alig-alig használható rámpának az aszfaltozása valósult meg. A rámpát 50 méter hosszan, 150 négyzetméteren aszfaltozták újra, de ezen kívül felújítások történtek a többi közt a Középszeren, a Szentgyörgy úton és a Nyíri Dániel utcában is. A terület önkormányzati képviselője elmondta, elsődleges szempont volt, hogy a választókerületben az utak állapota javuljon. Lakossági jelzések alapján éreztem úgy, hogy ezek a legfontosabb fejlesztések, hiszen nagyon sokan használják ezeket a lépcsőket, járdákat itt ugye a lakótelepen. Jellemzően azokról a lépcsőkről és járdákról van szó, amiknek a segítségével buszmegállókat, postát, óvodát, idős otthont tudnak megközelíteni az itt lakók. Ezért tartottam fontosnak, hogy ezek kerüljenek most sorra. Szarka Dénes hozzátette, a fejlesztések a képviselői alapjából valósultak meg, a felújításokat pedig a tervek szerint jövőre is folytatják.